Ezt a nyíregyházi társasházat múlt héten adták át. A ház tömbben mintegy 60 lakást alakítottak ki, 50 négyzetmétertől 100 négyzetméterig. Az ingatlanok iránt óriási az érdeklődés, a lakások nagy része már az építkezés előtt vagy közben elkelt. Ennél a hasonló beruházásnál még csak az alapokat rakták le, de már itt is adtak el lakásokat. Elsősorban most, amikor már a családi otthonteremtési kedvezmény megjelent, nincsenek lakás kapacitással szemben gondok, tehát mindenképpen megélénkült ez a piac, és mindenképpen megfigyelhető, hogy nem csak azok vásárolnak lakást, akiknek elsődlegesen a lakhatási igény kielégítése a céljuk, hanem befektetési céllal is vásárolnak az emberek lakásokat. Ebben a lakóparkban 14 év alatt már 503 lakást építettek. A mélypont 2014-ben volt, amikor a tervező irodákban mintegy 70%-os volt a visszaesés. Jelenleg a családi házak építése is fellendülőben van. Egy kormányrendelet alapján egyszerűbbé vált a 300 négyzetméternél nem nagyobb hasznos alapterületű ingatlanok bejelentési kötelezettsége. A tervezés már csak egy lépésben zajlik, kivitelezési dokumentációt kell készíteni, amit e-naplóba töltenek fel. Erről Vég József, a megyei építészkamara elnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. Az engedélyezést eddig egy komoly szakemberi kontroll előzte meg. Ez az egyszerű bejelentési eljárás során ez a fajta szűrő kimarad a folyamatból. Valójában az elektronikus rendszerbe a tervek feltöltésre kerülnek, és 15 nap leteltével, az igaz, hogy ehhez a platformhoz hozzáfér pár szervezet, de 15 nap elteltével jellemzően senki nem szól hozzá az építetőhöz, és kezdheti az alapozást. És csak abba bízhat, hogy elég bölcs, elég tapasztalt tervezővel hozta össze a sors, vagy kellőképpen körülnézett és talált és keresett ilyen szakember. A KSH legfrissebb adatai szerint a kiadott új lakásépítési engedélyek száma emelkedett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Míg 2014-ben 128 volt ez a szám, 2015-ben már 187-re nőtt. Bár pozitív a változás, az építkezési cégeknél azonban sokszor problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya.